A Samu Mihály Általános Iskola több mint 20 évtizede szervezi meg a télűző farsangi ünnepséget. A gyerekek rémisztőbbnél rémisztőbb jelmezekbe bújnak, farsangi fánkot esznek és kiszebábot égetnek. A foglalkozás után ki fogunk menni az iskola udvarába, ott elégetjük a kiszebábot. A kiszebábra a gyerekek föltűzték kis papírlapocskákon a rossz érzéseiket, minden negatív dolgot, amit szeretnének, hogy elmúljon, és most már csak a jövő felé koncentrálunk, a szép napsugaras tavasz felé. A hagyományos felvonulás idén elmaradt, de a gyerekek így is élvezték a farsangi játékokat. Minden évben nagyon várjuk a farsangot, most is előkészítettünk sok játékot, sokat játszottunk, és most amikor kijöttünk, akkor a fiúk vitték a kiszebábot, és mink mögöttük mentünk. És nekem nagyon tetszik ez a farsang, bár ez az utolsó farsangom az iskolába. Én nagyon szeretem a farsangot. A farsang az egy élmény. Bár most a vírus miatt nem bírtuk megvalósítani, hogy megyünk az utcákon, és sivalkodunk, kiabálunk, de annak is örülünk, hogy bebírtunk öltözni, és hogy itt lehetünk az iskolába. A farsangi ünnepség keretében a jövendőbeli elsősök számára is szerveztek foglalkozásokat, amelyek során a gyermekek megismerkedhettek a tanítókkal és az iskolával.